Sziasztok, a mai célállomásunk Szeged. Igen, Szegedre fogunk látogatni, és a nap nagy részét Szegeden fogjuk tölteni. Szegede felé utazunk. Nem sok Szeged felé, már itt vagyunk Szegeden. Heted magunkkal, vagy hatod magunkkal. Hátsó sor egy integetést. Integessetek. A lányok még mindig benn vannak, vásárolnak, de idekint akkora hőség van. Ennyit mutat a hőmérő. De szerintem sokkal, de sokkal melegebb van. Tartozom nektek egy vallomással. Gondolom észrevettétek már, hogy a videóimon néha reklámok jelennek meg. Sokat gondolkoztam azon, hogy egyáltalán bekapcsoljam, nem, ne kapcsoljam. Volt egy vlog epizód, amiben mondtam, hogy egyelőre még nem kapcsolom be, mert nem ez a szándékom, tehát nem azért csináltam a csatornát, hogy... Nem azért csináltam a csatornát, hogy reklámokat engedjek a videókra. Viszont arra az elhatározásra jutottam, hogy végül is csak be fogom kapcsolni a reklámokat a csatornán. Mégpedig ennek az az oka, kicsi, mit csinálsz? Tetszik neked az a gomb? Ennek egyszerűen csak annyi az oka, hogy szeretném, hogy a csatorna fejlődjön, szeretném, hogy jobb legyen a vlog, és arra gondoltam, hogy ezt a pénzt, amit ezekkel a hirdetésekkel, vagy ezekkel a hirdetésekért kapok a YouTube-tól, ezt fordíthatom akár erre a célra is, hogy a csatorna, illetve a vlogok sokkal, de sokkal jobbak legyenek. És hát tulajdonképpen ezért volt, ez volt az egyik oka, hogy bekapcsoltam ezeket a hirdetéseket. A másik oka pedig a puszta kíváncsiság, hogy mit is lehet ebben kezdeni, mennyit lehet ebben keresni. Mostantól hirdetések vannak a videókon. Remélem, hogy annyira nem fogtok rám megkarogodni. Megérkeztünk ide az Árkádba. Itt ebédelni fogunk, meg szerintem folytatódik tovább a vásárlás, amit az én nagy-nagy örömömre. Utána meg megyünk kisvonatozni, ha minden igaz. Itt sajnos nem tudom behozni a kamerát, mert ugye nincs forgatási engedélyem, ezért nem tudom sajnos megmutatni, hogy mi történik oda bent az Árkádba. Olyan kevés a fagylalt, hogy egyszerűen, nagyon egyszerű a választás. Figyeljetek! Mondja még a füliemmel, meg elég fagyit is. Megnézem, milyen érdekességek van. Csak ennyi a fagyi választék. 1, 2, 3, 4. 4 hűtőpótban. Azt mondta nekem itt a hölgy, hogy körülbelül 53 féle fajta fagyi van. Úgyhogy ha Szegeden jártok, akkor a Kisvirág cukrászdába, jól mondtam a nevét gondolom, akkor mindenféleképpen érdemes betérni és megnézni, hogy mi itt a választék. Van egy jó és egy rossz hírem, vagy van egy rossz hírem és egy jó hírem.
nem tudom, melyikkel kezdjem, melyikkel szokás kezdeni, a rossz hírrel? Jó, kezdem most inkább rossz hírrel. Ugye pár vlog epizóddal ezelőtt mondtam nektek, hogy a hét elejére tervezünk egy kirándulást. Említettem, hogy Tiszakécskére fogunk menni, de úgy alakult, hogy nem Tiszakécskére fogunk menni, hanem Gyopárosfürdőre. Úgyhogy ezzel el is mondtam a jó hírt is és a rossz hírt is. A gyerkőcök játszanak a játszótéren, a felnőttek meg egy picit pihennek a játszótéren. Ha már pihenésnek lehet ezt mondani, hogy a lurkókat nem kell állandóan üldözni, hogy nehogy valami baj csináljanak, vagy valami baj történjen. Ha minden igaz, akkor fel fogunk ülni a szegedi kis vonatra, egy kis városnéző körútra. Itt van hátam mögött ez a kis vonat, amire most fel fogunk rövidesen szállni, hogyha kapunk rá jegyet. Az a szomorú hírem van, hogy már rég mondtam, ezt még körülbelül a harmadik vlog epizódnál mondtam, hogy hát lemerült az akkumulátor és a másik nincs feltöltve. Úgyhogy ezt most a telefonnal készítem és a telefon is le fog merülni. Hogy mondod? Újabb feliratkozó. Újabb feliratkozó. Mert titokban vagy? Titok, inkognitóban vagy? Újabb feliratkozó, Peti. Anyhow.